Német András szövetségi kapitány kihirdette a magyar női kézilabda válogatott keretét, amely részt vett augusztus 8-a és 10-e között a kecskeméti felkészülési tornán. A magyar csapat a kupán Angolával, Romániával és a magyar B válogatottal méri össze felkészültségét. Az A válogatott keretébe 22, még a B-be 16 kézilabdázó kapott be hívót. A győriek közül ott lesz Bognár Bódi Bernadett, Orbán Adrián, Planéta Simonetta, Görbic Anita és Kovacsics Anikó, míg a B keretben kapott csak helyet Herrő Solya. Július 31-én és augusztus 1-én Budapesten edz a keret, majd a szabad hétvégét követően augusztus 4-től Balaton-Almádiban folytatódnak a tréningek. Péntektől pedig Kecskeméten megkezdődik a háromnapos felkészülési torna. A hivatalos program szerint elsőként pénteken feszül egymásnak a két magyar válogatott, majd másnap az A keret Angolával, a B Romániával csatázik. A felkészülési torna zárónapján pedig Herrék Angolával, Orbánik pedig Romániával találkoznak.